Nem mi osztjuk az aranyérmet és csak osztjuk a saját nyakunkba, nekünk csak saját magunkkal szabad foglalkozni, a saját játékunkkal, és mindig a következő mérkőzésre gondolunk csak. Így fogalmazott Pintér Attila, a Győri Eto FC vezetőedzője azzal kapcsolatban, hogy vajon eldőlt-e már a bajnoki cím. A 17 forduló után 6 pont előnnyel az élen álló zöldfehérek bemutatták új játékosaikat. Giorgi Kvilitalia a Grúz MB2-ben 16 meccsen 22 gólt lőtt. A center játéka több élvonalbeli együttes figyelmét is felkeltette. Fél plusz 5 évre került Győrbe. Törökországban csatlakozott hozzánk a grúz fiatal ember, egy nagyon tehetséges ember, aki olyan dolgokat villantott meg magából és ebből a futballból, hogy mindenféleképp azt javasoltuk a menedzserének, hogy ha komolyan gondolják, hozzuk ide egy fél évre, nézzük meg, hogy mit tudunk belőle közösen kihozni, hogy hasznos tagja tud lenni a Győri Eto számára. A kapus poszton is erősödött az Eto Lubos Kamenár személyében. A szlovák válogatott játékos játszott a BL-ben a Juventus ellen, és légióskodott Franciaországban, Törökországban, Csehországban, valamint Skóciában is. Én azt gondolom, hogy egy tapasztalt kapust igazoltunk, de azt is látni kell, hogy fél évente, évente klubot váltott. Remélem, hogy ezzel a hosszú szerződéssel ő is megnyugszik, fel tudjuk úgy építeni őt, hogy hosszú évekig itt tudjon védeni, és meg tudja oldani majd a kapus problémáinkat, hiszen én azt gondolom, hogy a Sasa itt évek óta olyan teljesítmény nyújt, és emberileg olyan a csapathoz állása, hogy egy fantasztikus ember. Remélem, hogy nem fogjuk még szezon végén elveszíteni, de azt is látni kell, hogy mindenféleképp gondoskodnunk kell a pótlásáról, hiszen előbb-utóbb azért bekövetkezik az, hogy a Sasa netán szögre akasztja a kesztyűjét, úgyhogy mindenféleképp fel kell erre készülni, de remélem, hogy minden később fogjuk elveszíteni a Sasát ilyen szempontból. A Győri Eto FC számára egyébként jubileumi év van, hiszen a klub először 1963-ban, utoljára pedig 1983-ban ünnepelhetett bajnoki címet. A zöldfehérek abban bíznak, 30 év után ismét az ő nyakukba akasztják az aranyérmet.